Száraz töltelékárut, kolbászokat, elsősorban nagy súlyú, 200 kg körüli sertések húsából készítenek hazánkban és a történelmi Magyarország területén. A török uralom után elnéptelenedett Alföldre telepített szlovákok különösen megkedvelték az erősen fűszerezett paprikával, borssal, köménnyel és fokhagymával csípősített kolbászt, ami Tóth Komlós vidékén hagyományos, regionális termék. Innen származik a Tóth jelző, amely a szlovákoknak, szlovéneknek és a szlavóniai horvátoknak a magyar nyelvben régebben használt neve. A Pásztorhús Kft. Tóth csípős kolbász terméke tartós húsáru, melynek különlegessége az erősen fűszeres íze. Az üzembe bekerülő alapanyagok közül legnagyobb mennyiségben sertéshúst, kisebb mennyiségben szalonnát és marhahúst használnak a készítéséhez. A 3 évnél idősebb, kiselejtezett sertéskocák adják a legjobb alapanyagot, a szalonna lehet húsos. A marhahúst szín- és ízjavítónak, állományjavítónak teszik a töltelékbe. Az alapanyagokat külön-külön darálják megfelelő méretűre az előkészítés során. A száraz fűszerek mellett a tisztított, fagyasztott fokhagyma pépesítve kerül a töltelékbe, a sóval együtt. A nitrites pártsó keverék mellett még a kolbász ízét kialakító, érlelésgyorsító és savanyúságot szabályozó adalékanyagok, valamint az avasodást megakadályozó antioxidánsként aszkorbinsav, hétköznapi nevén C-vitamin kerül a töltelékbe. Az alapanyagokat a kimért fűszerek és más adalékanyagok hozzáadásával finom aprítóval keverik össze. A tölteléket a házi disznóvágásokról ismert módon töltik sertés vékony bélbe. A kolbászt 40-50 cm-es méretűre alakítják, majd állványokra helyezik. A kolbászokat ezután 24 órán keresztül szikkasztják, majd bükkfa forgács füstjében füstölik. A frissen füstölt kolbászt klimatizált helyiségben tárolják 10-16 Celsius fok közti hőmérsékleten. Árujelzésre egyszerű körcímkét használnak az egyik szál kolbászon, részletesebb ismertetés a terméktől külön, a gyűjtőcsomagoláson található. A csípős fűszerezésű száraz kolbászok tartós termékek, ezért kamrában, száraz, hűvös helyen kell tárolni, ne tegyük a nedves klímát adó hűtőszekrénybe, mert a rácsapódó nedvesség miatt könnyen megpenészedik, a fagyasztóládában pedig romlik az ízhatása és állaga. Minden napszakban szívesen fogyasztott termék, de különösen reggelire kedvelt húsáru. Ugyanakkor az erős fűszerezés miatt az erre érzékenyek figyelmét fel kell hívni, hogy éjgyomorra ne fogyasszák. Regionális jellege miatt az Európai Unió rendelkezéseit figyelembe véve különleges, kör alakú jelzést kell elhelyezni a címkén, mely eltér a minden tagországra érvényes, ovális alakú címkétől, és ezáltal figyelmezteti a fogyasztókat. Rútban vagy felszeletelve kenyérrel fogyasztják, esetleg főzelékekbe, sültek mellé teszik. A fűszeres kolbász után jól esik egy pohár finom vörös bor, például egri bikavér. A bikavér név alatt készített egri vagy szekszárdi vörösborok több szőlőfajta borából házasított termékek, mai elnevezéssel küvéborok. A bikavére elnevezéshez több hagyomány, elbeszélés is fűződik, részben a török uralommal kapcsolatban. Az egri borműves cébe tartozó Gábor Kft. Egri bikavér terméke régi hagyományokat követő eredetvédett vörösbor. A termék megnevezésében a tájjelleg és a bor színe egyaránt megtalálható. A bikavér alapborai hagyományos fajták, bár időközben változott az eredeti összetétel. A gondos kézzel szedett kékszőlő fajták, mint a kék frankos, a Cabernet Sauvignon, a Merlot fürtjeiből bogyózás során különítik el a bogyókat, melyet mérsékelt zúzás után fakádakban vagy acéltartályokban tartanak 20-25 napon át. Ez idő alatt alakul át a szőlőcukortartalma alkohollá, és oldódnak ki a bor jellegzetes színét adó anyagok a bogyók héjából. Ez utóbbi elősegítésére pektinbontó enzimeket használnak erjesztési segédanyagként. Ennek hatására a szőlőbogyó összezúzása után a színanyagok, antocianinok, flavonoidok nagyobb mértékben szabadulnak ki a bogyó héjából. Az erjesztés lefolytatását gyorsítja és biztonságosabbá teszi a folyamatot indító starter élesztő gombatenyészet alkalmazása. A borkezelésénél alkalmazott kémiai szer a kén javítja az eltarthatóságot, megakadályozza nem kívánatos mikroorganizmusok elszaporodását.
A nagy részt kierjedt szőlőt hidraulikus présekben kipréselik, majd hordokba vagy tartályokba töltik, hogy az erjedés teljesen végbe menjen. A kézbort másik tárolóeszközbe fejtik át, majd további fél egyéves érlelés után következik az alapborok házasítása. Ekkor a borász az egyéni íz kialakítása céljából az adott évjárat boraiból több különböző összetételű bort állít össze néhány liternyi mennyiségben, majd kóstolással állapítja meg, hogy közülük melyik felel meg leginkább a borászat stílusának, ízvilágának. E bor arányait fogják alkalmazni az évjárat bikavérborának nagy mennyiségben való létrehozása házasítása során. A borfajták elegyítését követően még legalább fél évig érlelik a bort a palackozás előtt. A kiemelkedő minőségű bikavérborokat palackozás után tovább érlelik, így legalább két év telik el a szüret után, amire forgalomba kerül egy igazán jó minőségű egri bikavér. A fogyasztói kiszerelés hagyományos és egyedi egri üvegcsomagolásba történik, mely egy 0,7 literes, zömök, rövidnyakú, sötét színű üvegpalack. A vörösborok tárolásánál és szállításánál külön gondot jelent a színanyagok részleges kiválása, kicsapódása az üveg falára, ezért a boros palackokat lehetőség szerint rázkódásmentesen kell utaztatni. A vörösborokat szobahőmérsékleten közel 14-18 Celsius fokon tároljuk, és az illatanyagok gyorsabb kiszabadítása érdekében a palack kinyitása után rövid ideig levegőztetjük. Ugyanezt a célt szolgálja a vörösborok kínálására kialakított szélesebb szájú, gömbölyű formájú, nagyobb méretű üvegpohár használata. A vörösborok fogyasztása különösen télen, hideg időben kedvelt, mert felmelegítik az embert. A palack kinyitása után célszerű tartalmát elfogyasztani, mert még hűtőszekrénybe téve, visszadugaszolva is befertőződhet mikroorganizmusokkal.